16 éven aluliak számára nem ajánlott. Hello, hello mindenkinek, hello, hello. És akkor hello, hello mindenkinek, ne basszol. RP Story! Azt mondja Milán, hogy mi lenne, ha nem ötször nyomnám be a live gombot. Segítek neked, Milán. Ott a perma, a szádon ugrik a... Egészítsétek ki, ha meritek. Megoldottuk. Ne aggódj, nem fog többet jelezni, te gyász! Te gyász! Hello mindenkinek, szebasszok, csá! Story lesz a szokásos, fingom nincs róla, mi fog történni. Reméljük, hogy kafcsimafsi lesz. Szasztár Mangesz, Debla Márolusz. Szia, hello, szia! Majdnem jött a szerzőjog, az beverte a nagy fasz, de hál' Istennek nem. Tavesz buszmegálló mindenkinek, buszmegállós Tavesz. Na csoki ropi szotyi pacsi fiszi paszi. A kórházba ébredtünk, hogy gyorsan visszamegyek. Amacska rúgja meg, amacska rúgja meg! Hiha, 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 hiha! Mi történik ebben a városban? Kurva anyádat fel! Na, állj már le! Hello! Milyen öltözékben legyen az öreg? Szavazzuk meg. Köntös. Szexes, rövid nadrág, popter, halász izé, másik köntös, összes köntös, lila meg minden, úristen! Nem nézek oda, sorsolás lesz. Ez öreg, lesz. Öreg, verekednek! Lajosom! Lajosom, gyere csak ide, fiam! Először is, hogy ne haragudjak meg nagyon, és ne egy poporan indítsuk ezt az egész nai napot. Cigarettával meg kell kínálni, öreg apádat, gyerünk, kínáljad meg! Tessék, itt van a zsebembe, tessék öreg! Vedd ki azt a számból. Erígy a faszom, mert nem, én utánad biztos, hogy nem izélek, érted? Nincs egy nyárcsere, nincs buzulás, kis testvérem. Hát most öreg, én be vagyok kábítószerezve. Lajos, be vagy kábítószerezve? Normális vagy? De... Normális vagy? Meg ne lássam még egyszer. Jó. Mert viszlek a izébe, az elvonóra. Nézd meg, itt van a mőjemben a fiatalkori képen magamról. Látod ezt? Jó. Így néztem ki hát. Szevasszok, gecik. Mi van, sok volt a tekken, vagy mi? Sportszelet volt a reggeli? Jó, öreg. Szevasz, Jékla. Szevasz. Fügyök, hogy már a fukára légy. Hallgass már, itt minden az összes az enyémé. Tégla. Ne húzz ki a gyupát, ne húzz ki a gyupát. Mert egy kupacra mágiába pakollak benneteket itt, hát. Tudod, mit felejt a tükkel, ami eszembe jutott? Ne bazd már. Ajos, ez is mit? Az én kukám. A pénzért fogsz meg elmenni az étterembe, mert három hetivel tartoznak olyan 140. Amúgy az igaz, Gec. Az igaz. Abban már lehet mit a tejbe aprítani. Itt vagyok a csomagtartóba, öreg. Nehogy összekoszol cipődet, leverted a cipődet? Igen, itt van küszöbbe. Étteremhöz megyünk akkor? Aha. Hát tartoznak, bazd meg, ez az ajtó, öreg, hely, nézd. De most néztem, hogy itt üvegen keresztül, úgy nézek ki, mint állatkertben lennék, az orángutánokat szokták így nézni, tudod? Jó napot kívánok, tiszteletten, Tavesz baktérium és bondáskenyér. Jó napot. Lali és Julio, nézzétek meg, a WC-ben megbújtak valakik, úgy láttam. Menjél, nézd meg. Menjél, Lali, menjél. Menjél, Junika, te is ügyesen kísérde. Hát is nyújtom az összeget. Köszönöm szépen. Na, jó van akkor. Köszönjük szépen, azt majd érkezünk. Lali, figyelj már! Na, mondjad. Anyád nem nyaralni volt? Nem azt mondtad, hogy elmenj nyaralni? Amúgy tényleg azt mondta. Várjál, hanyadika van? Üljetek már be! Ne, még nincs itthon. Elleg, én pedig láttam az anyádat. Felkokkozz az 55. Hon? A faszom se tudja! Hanyadik a 26-án jön haza. Odaadta ezt a 15 ezeret, amiben tartoztak. Jó van, jó. Szét kell osztani ezt. Jó, de Lalinak nem adsz, mert ő tartozik. A 3000 jön nekem. Jó, azt odaadunk. A privát parkolóm van itt egyébként, ezt felmondani akartam. Ez így van. Kiteszem ide a táskát, kicipzározom. Na, gyertek mennyi ide! Pénz? 15 ezer. Mennyi pénz? Hányan kell elosztani, nem voltam jó matekból. Tudjátok mit? Olyan rendes vagyok, az én részemet felajánlom nektek a 15 ezerből. Én akkor élek vele. Ez mi a gecit csinál az az őrű? Éhe! Édik az Erzsébet utalvány. Ez ki? Na, figyeljetek ide! Elmegyek a bankba, veszek ki egy kis pénzt, mert nem maradt semmi, mert nektek adtam a részemet. Oké? Okay? Bejezzétek már be! Állj! Ez az Erzsé csinálja! Ez ki a geci? Hey, kik ezek el? Jó napot kívánok! Kicsoda! Na, te nem beszélsz, megmondtam, tiszteletem, miben segíthetünk? Tudom, uram, Señor Franket keresnénk. Ki? Franket? Kastélyos Feri? Azt keresik, biztosan? Igen.
Frankó, a passzán ott van a Kankó? Ő az? Az én vagyok. Lali a Beca neve. Pali? A Pali az nincs itt. Semmilyen Pali nincs itt. Lali. Pali az én vagyok. Én vagyok a Lali. Vagy Lali Pali? Na most ne szórakozzunk már. Vigyeljenek már ide. Értem én, hogy itt mosógépet kell eladni, meg késkészletet, de mit akarnak itt? Kezd fölvenni az agybizem. Valazért vagyunk itt, hogy az urat elvigyük. Mi elkik maguk? A szellemírtók, hogy mi a faszol? Mit csináltam? Dik. Pontos találkozója van az úrnak, méghozzá mutatnám is. Barátok sincsenek. Nyitom itt ezt a kis táskát. Most ez velünk szállam. A szaros végi műfasz van benne állottam. Mi az? Ha hát nézzem, várj. Kibontom egy pillanat csak. Szagoljon bele, uram, szagoljon nehéz. Bele. Nehéz. Ez micsoda? Szarszaga van neki? Mi az? Nincs rajtam a szemüveg. Mi az? Ilyennek pénzszaga van, he. Hát én ha megyek. Ha akkor kaphatja meg. Hogyha velünk fárad. Megyek, és hova viszik, azt meg lehet tudni? A titokzatos kurva isten meg bassza? Azt nem lehet megtudni, uram. Azt nem lehet megtudni. Ne tegezzé. Légy szíves, ne tegezzé. Lali, ha kilépsz azon a kapun, akkor rák kiesz a gyomrod. Erre megesküszök neked. Ezek a Jehova tanúi voltak. Oda kint meg izé van. Nagy zászlósok. A ilyen autók. A zászlós autók, hogy jöttek. Az milyen? Szivárvány színű? Tudom, hát. Gyertek már, bassz meg! Ez mi ez a kerületi tejüzem, bassz meg? Vagy mi a faszomok ezek a titenhá? Az igen. Te be az a vét, uram. Bekötöttem. Dik, az milyen zászló az? Minibárba szépen. Akár, választottam. Milyen hamar kirepülnek a fészekből, geci? Reméljük elég messzire. Merre mentek? Látta valaki? Jobbra. Itt jobbra? Itt? Egyenesen! Hát bazzag azt mondtad, jobbra. Egyenesen. Jobbra? Nem balra, bassz meg. Erre mentek, nem? Hát az balra van! Igen, de amikor kijöttünk jobbra, most meg balra! Ja, értem. Hova vihetik ezt a gyászos Lalit? Tudtok valamit erről? Ha? Tényleg. Hát te bazd meg, Giulia, a seggedet nem találod meg. Kitörőd. Bemászunk, vagy mi van? Az orrodat. Akkor mászunk, hát. Napot kívánok. Elnézést! Én madárlakást keresem, tisztelettel. Nem ez az véletlenül? Mert vízórát szoktam leolvasni, tiszteletem. Jó napot! Jó napot kívánok! A vízóra leolvasó vagyok. Taktaharkányi Terminátor, értem, tiszteletem. Értem, akkor egy papírt kérnék, hogy ön vízóra leolvasó. Lássa itt a kezembe ezt az ütőt, ennek a végénben a nagyító, ezzel olvasom le. Nem van egy pillanat. Szia, figyelj, meghoztam tiszteletem, vízóra leolvasó jöttek. Rendben van, mehetnek. Köszönjük szépen, merre van a vízakna, tiszteletem? Bocsánat uraim, elnézést kérek, elnézést. Igen. Közben itt szóltak nekem itt nagyba fülesen. Hogy melyik lakást keresik, melyik több lakás van? Madárlakás. Ez itt... Itt nincs olyan. Nem madárlakás. Hanem... hát igazából... Így jön be a hideg víz. Lássa, itt a főbekötő. Itt jön a izé. Az ütő, lüktet a város. Így van, az a érti? Probléma, hogy a szomszédban van csőtörés, de itt folyik át a fűvezeték is. Meg így van, és a társasháznak közös vízórája van, minket az érdekül, nem konkrét értem, lakás. Értem, de önöket kiküldte, kiküldte. A városvezető, a vízművektől jöttünk. Taktahartányi Terminátor hát a nevem. Akkor itt a testőrséget vezető főnökasszony, majd ő akkor megmondja, hogy mi lesz. Erzsinek az a menés, geci. Erzsi, ne rázd már azt a szaros picsádat! Miért? Bazd meg, a gyomrom kifordul. Hú, itt az egész ablakot ki kell ezt nyitni. Miért? Meleg van? Azt mondta arra, hogy üdöttek. Meleg van? Hát tényleg meleg van. Na jó, akkor én most elrendelem az azonnali hatállyal való lelépést. Jó, pesgőti szak, kérem, ne zavarjon, rendben. Bár legyenek utánam, azt elfogyaszthatja máshol is, uram. Mert látni óhatják önöket. Tényleg kicsoda? Engeme? Azt a... Jó napot kívánok! Tiszteletem! Ezek tényleg a tejüzembe dolgoznak el. Uram, ez a tisztaságnak a jele. Micsoda, fehér? Igen. Hát meg a gecinek is amúgy. Jó napot kívánok, tiszteletem! Jó napot, tisztelet! Menjünk tovább! Fáradjon be! Köszönöm szépen! Jó napot, kedvenc csókolom mindenkinek! Tavesz baktérium! Igen. Szevasszok! Jó napot kívánok! Kis kezi csókoló! Jézus! Ezt az asztalt ezen azt meg lehet ebédelni az Istennek, bassza! Örjek, figyelj majd, cikere majd, akkor sörj majd nagy, mert az öreg. Ez a Lalinak az anyja, bassz meg, nézed már. Én nem látok odáig, Dik, mi van veled? Az Isten! Jézusom! Hogy látom, még mindig egy mocskos hajléktalan vagy. Hát mégis bekaptad a passzomat. De nem mondj ilyet. De megismételhessük. Ötször is megbasztam. Hector, az csak a pénzed miatt volt, ezt ne felejtsd el. Milyen pénzem, hát soha nem volt egy lyukas 20 palitában. Több volt, mint nekem, és pontosan, hogy azért volt. Akkor itt az ideje, hogy visszaad.
a szívességemet. Nagyon sok pénzt akartál rólam lehúzni a fiam által, úgyhogy... Micsoda beszél? Szerintem erről ne beszélgessünk. Soha nem. Ez nem volt itt soha. Figyelj ide, Lali! Ne feledd, hogy hol nevelkedtél. Na mit akarsz, Teri? Mondjad, mi van? Látom... Mondj csak, Hector. Ki vagy hízva? Emlékszel arra? Igen? Nem ezért vagyunk itt. Miért? Emlékszel arra, hogy annak idején hányszor kértelek meg rá, hogy normálisan neveld a fiamat? Miről beszélsz? Nem is tudom a telefonszámodat. Ez hazugság. Aj, Hector. Ez hazugság. Egy dologra emlékszem, hogy csattogtál, mint a bádog lemez. Arra emlékszem, semmi másra, ilyen kérések soha nem voltak. És nem normálisan van nevelve amúgy? Vagy mi? Nem, egyáltalán nem. Ki mondja? Itt hallom a dolgokat. Füleddel? Hogy híd alatt él továbbra is. Micsoda, de hogy híd alatt él, sátorba, kempingezik el. Mi van akkor? Hát de az a híd alatt van, nem? Lali, a kurva anyádat, hát azt mondhatod, hogy nagy kemping meg. Figyelj ide, anyádnak meséljen, hogy jó vagy tartva, nézd meg, még majd csöcsösödve. Rendes eszik annyit, mint a izé, mint a dög. Eszi a kifliket, hát minden, mi rozsda a vasat. Hogy a faszomba, de? Hát dehogy nem. Akkor mondjuk beszélgessünk arról, hogy miért szerelmes egy alkoholista utcanőbe. Hát most mi van abban? Kiben szerelmes? Az a baj, a szerelemnek nem lehet irányt mutatni, meg izéni korlátozni, érted? Nem ezért vagyunk most itt, Hector. Hát akkor meg mi a retkes faszén? Mondd ki! Azért, hogy nem fogom végignézni azt, hogy a fiam élete végéig egy nincstelen senki lesz, mint te és a barátod. Miről beszélsz? Hé! Figyelj csak ide! Nincsen igazam! Azért a hangerőből vegyünk vissza egy kicsit. Elnézést! Nyugodjunk meg! Na, nyugodjunk meg. Először is szeretetben, békességben van nevelkedve, a másik pedig az, hogy te hol a hónagymankos rogyba tekert lánctalpas kurva élet paszán vagy. Há? Amikor velünk él? Igen, te! Én értem az életemet és pénzt gyűjtöttem, hogy el tudjam őt majd tartani. Hát addig jó, a fiad tetted. Meg a híd alatt szóvel. Há? Igen. Ráadásul egy vén embernek is bekapta a paszát. Lajos, elnézést. Igen. Erősek a szavak. Figyelj csak ide, neked nincs valami mondani valód? Te flaskafejű geci! Hát nem látod, hogy lehordanak itt minket? Azért tanúsítok egy kis tiszteletet. Az igaz, hogy a híd alatt lakunk. Én is az is, hogy bekaptad az öreg faszát. Ne! De azért egy öreg ember faszát, javítsuk ki. És... Anya kényszerítette. Jó, elhiszem, akkor most... Elhiszem, elhiszem. A kurva. Na jó, van. Azt amikor egy öreg asszonnyal haltál... Érted, az mi volt? Hát, megbasztál egy ilyen hínárhajú kurvát, aki volt vagy 60 éves, mint anyád. De, az nem baj? Ki, mint anyád? De, az volt. Lehet megbasztál a saját anyádat, Lali. Utoljára szólítom föl, hogy tisztelettel. Mert mi lesz? Mire körbe rajzolsz, vagy mi lesz? Megnézzük az öreg asszonyos felvételt. Figyelj már ide, Lalika. Igen. Te már nem utál vagy 18, nem? Még ha szar lennék, matekból is látszik rajtad. Érted? Igaz. Azt te mit szeretnél? Nem akarsz itt konzultálni azzal a retekfészekkel? Ha? Te is el akarsz menni? Hát... Ha? Most gondolkodok. Lali, majd miért bármit mondasz, az anyád csak azért adott neked pénzt eddig, hogy a pénzével szeressé bele. De így a pénz van. Nem minden. Honvolt eddig? Honvolt eddig a bajba? Kiszabadított ki állandóan? Ki nevelt fel, Lali? Kiszoptatott? Há? Fogtatott? Ki segített, hogy Pinához jusson, stb. Hogy kell viselkedni? Tényleg, ki vitte először kurvázni? Hát ez az, Takarodják ki a kocsiba! Üljél be a kocsiba! Lejövök az úrhoz, szépen hátrahúzom a két kezét. Na, ezt fejezzétek be, mert ebből nem lesz jó világ. Ebből probléma lesz. A rákagyobról. Összekötözött kezekkel nehezen fog engem szétbosszolni. Hát de azért legyen passzott, te csöves. Dobd fel a kezed, buzirudi. Figyelj csak ide, ezt fejezzétek már be. Ez a fekete ember. Staneszli fejűek. Nyugodjatok le. Én döntöm. A lábát vagy a kezét vágjam. Anyádat vág le, jó? Gyere ide, segítsél nekem, hát. Gyere ide, öreg. Mit csináljak? Fordulj meg, legugolok. Ott van egy éles tárgy. Te is guggolj le, hát hátra van kötve a kezed, neked is. Nem tudom, hát hogy ötték. Vedd föl, azt vágd le rólam a cuccot, jól tudod? Felveszem minden, ahogy elérem.
Várjál, az a baj, az a hátra, megfordul. Kussoljál már el! Tenisz könyököm van, Erzsi. Éppen lassan. Innen, ha kijutunk, úgy meg baszlak, beszarsz. Megy? Érzed, hogy ott van? Azt valamit a vágja, ne! De nem is tudom, hogy ez a kis Buzi Lajos megérdemli, hogy utána menjünk. Hogyha így állt hozzá, az egészhöz. Tiszta szégyen. Merre kell menni? Erzsi, hozzon a tárgyokat. A faszon vágjam bele. Pusztulat kész. Gyertek! Figyeljetek már ide, de hát a Lajos menni akar, azt mondta, nem? Nem azt mondta az a kis passz. Hát akkor meg nincs is. De hagyod, hogy elmenjen? Hát akkor hagyjuk, én leszarom. Gyerünk a dohányba. Ja, menjünk. Viszont azt a vén kurvát, azt szájba basszám neki futásból. Érted? Akkor tudod mi? Basszuk szájba neki futásból az összes... Azt a retket buzit. Basszuk meg én is. Viselkedett velünk senki. Meg az ilyen kis hópelyheket is. Olyan egy tamtraforgó, egy könnyek forgató ez a Lajos, én csalódtam benne most. Jó van, te egy idióta voltál, bassz meg. Erzsért, elkezdesz kötekedni vele. Azt, hogy már megint. Adtad alá lovat, bassz meg. Hát, már rendes ollózni akartál azzal a vén kurvával, azzal a csüngöcsöcsű retekkel. Szopkodtad volna neki hát a izéjét. Csiklója is akkor, mint a százas szög. Három kabátot rámasztasz. Hát, figyeljetek már ide, tényleg most már az Isten megbassza! Még egy csúnyán beszélni. Na figyeljetek már ide. Most... Igen? Itt vannak a izék, az albino bindurpandurok valahol? Itt a reptér, érted? Reptér? Mi van te? Hát, nem Lajosan, nem a Lajosan boxolsz. De figyeljetek már, de most mit vereked? A rep! Giulio! Giulio! Tőn királyom! Anyádat, te normális vagy? A kurva anyádat, mahe! Azt a kurva, ez ki volt? Na jött, onnan mi a fasz? Valaki ránk lőtt? Juni, jól vagy? Meg lesz a bődje. Kussolj már, buzi gyerek! Mi a fasz? Mi a gecs? Kit kell lőni? Hát az éket, a hipóékat? Én nem tudom. A Brand kiesz a lyukát, neki ott szaladt, hát. Pám, 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 kapja, dirdur, kandur! Ajaj, elnézést! Gicsém! Dobják el a pegybert kezeket, pő most azonnal! Pusztuljatok innen! Megmondtam! Micsoda! Juni, lőjjé már, basz meg! Lőjjé! Csak golfütőm van! Nem csináltam semmit! Elnézést! Uram, adja meg magát! Ezt nem láttam, hogy itt van. Itt a rendőrség! Álljon fél a járművel azonnal! Maga nem egy ázsiai youtuber? Én is felülök ide. Elnézést! Nem, uram, nem. Mert nagyon hasonlít, úgy hívják, hogy Chen ül. Chen ül. Oda ülnék a jobb oldalra, mert bal oldalra érzékeny vagyok, rendben. Nagy rajongója vagyok. Lali, nézd rám! Szia, öreg. Ott a nagy csula csorog a fejeden, buzi gyerek. Ez így faszolni fogsz. Áruló, geci! A beled ki lesz szerezve. Elnézést magának, a neve nem Csengó. Ővel. Vagy van egy híres izé fazékészítő ismerősöm, a Wailing. Nem úgy hívják magát? Vagy Krumpli? Egyik se? Vagy Nokedli? A konyhás asszony? A híres? Nem Spangli véletlenül? A Jódli? Az énekes, nem? Uraim, megkérdem magukat, hogy... Könyves volt, nem Spangli? Lehet, hogy ez a Spangli, hát? Meg, jó? Félnek erre. Menjenek, kérem, kicsit hát. Merre kell menni, Spangli kapitány, merre kell menni? Lehet rákjázik, azt tudom, az ki volt. Az a Spangli, bassz meg, az a Spangli. Lehet, hogy a híres... A híres futár a Cetli. Nika csüngőcsöcsű gyászkereszt, a Brand kiesz a lyukat, mi van, varjú fészek? Hát, szajáratodat, hol látta, miért öreg? Meg lesz baszka a picsát, meglátod. Képzeld el, öreg! Miért hánysz te gyász? Igen? Karomba, mikor lejártam nagyapámhoz, nála is így láttam a disztókat bezárva, az oldal. Hát ez szép, hogy nem röpög. Gyere hátra! Elnézést, Stampedli! Stampedli, őrmester! Ebbe a cárkába kell bevonulni? Meg tudhatnám, hogy mégis mit kerestek maguk ott, és dövöldöztek a repteren. Na, először is úgy volt, hogy van egy barátunk, a Feri, aki a Fricinek az öccse. Frici és Ferivel össze szoktunk járni néha így izén is panolni, tudod? Azt mondták, hogy most egy kovászos uborka bizniszbe utaznak.
elteszik a nagy kovászos uborkákat, hogy segítsünk, mert napszámban 4000-é. Mondtam, jó van, de akkor a kaját legalább meg a cigit álljátok. Azt mondta, oké, okay, és bejelentenek napi alkalmi munkavállalói kiskönyvben. Ekkor mondtam neki, hogy de a közalkalmazotti fizetés is olyan, hogy végzettség szerint tízét, mondtam neki, hogy spirituális tevékenységekre képes vagyok, és akkor mondta, hogy jó, akkor menjünk ki. Elmentünk a kovászos vizét kikapálni a tarhonya meg a földön. Várjunk egy kérdést, szerintem folytassuk a kihallgatóba, jó? Így van, na akkor szembesítésre idehoztam a fiamatom. Elmondom, mi volt, oké? Na, okay? Szeretném tiszta, mi volt, megkérdezem, mi volt az a lövöldözés ott a reptére. Én nem tudom. Én azt hittem Szilveszter van. Boldog új éve. Először is elmondom, mi volt. Én vízorralóvasóként dolgozok, albállalkozóként az önkormányzatnál. Igen? Az önkormányzatnál. Hátásra. Értik? Ez van. Igaz. És oda mentünk, hogy izé, mert mondták, hogy most a Frici nem ér rá. Mert... Bebaszott, mint az Albán szamár, mert megkapta a fizetését, két napra ilyenkor eltűnik a rákba, detoxba ébred. Azt mondták, hogy figyelj, már be kéne ugrani. Mondom, oké, csöbes, de akkor másfélszeres a bér. Jó, oda mentünk a helyszínre, vittem a nagyítót, mert mindent szart, ami kell. Éreztem, hogy beléptem a kapun, a spirituális erők vannak jelen. Mert egyébként okáj, és a spirituális tevékenységeket is végzek. Már módkat találkoztunk, ezt már mondta, igen. És akkor bementem, tudja, és néztem a szememmel jobbra meg balra. Azt láttam, hogy egy szektás jel van rajzolva a falra. Víz levert oda-vissza, a lábam is donga lett majdnem. Oda jött egy ilyen fehér ruhás pindur-pandur pasztalicska. Mondom neki, csá, geci? Azt mondja, mi van öreg? Így mondta, de azért, mert öreg vagyok, nem fiatal. Azt mondom, szopolebori, merre van a izé, tudod? A izé, mi a faszom, a vízaknak? Azt mondta ez a csöves, ki volt csövesedben, mint a kukorica amúgy. Láttam rajta, érted? Azt mondom neki, merre van? Azt mondja, arra van. Oda mentem, tudod, sehol a vízóra. Az berángatott ez a csüngöcsű disznó, azt meg magáéba akar tenni. Lefogott az a izé. Igen? Esküszöm. 10 ilyen albino tojás lefogott. Mondom, ereszhetek, érezd akkor se basszám meg, ha fizetnének érte. Így volt, pusztuljak el. Érted? Azt levittek a pincébe, levittek a pincébe, kikötöztek a székhöl, ez meg lehajolt, az volt rajta egy tanga. De úgy feszült, elszakadt a szememet, kivágta volna. Aztán mondta, hogy itt hagyunk megdögleni, meg melyik testrészettől akarsz elbúcsúzni. Ezt mondták azok a gyászos albinó pindur pandurok, hogy a rák egye ki a gyomorukat, a pusztulat, így van. Ez így volt. És akkor ide kerültünk, egyszer csak hirtelenül. Mert féreg lyukba szaladtunk. Ezt egyszer csak ott voltunk a repülőtéren. Úgyhogy ez van. Az ilyen ártatlanul kell bűnhődni. Izzenek már egy megrögzött hazudozó. Ajám, látszik, hogy minden fogok kis boltba. Ne magyarázzál. Van akkor az összes összegítés, most önolvasnám. Szóval itt a hölgy magát szexuálisan úgymond bántam. Hát azért nem történt meg, nem történt meg, mert nem történt, mert izé agykontrolla járok, azt tudom irányítani a dolgokat. Igen? És akkor le tudom zsibbasztani. Például az van, mikor baszok valakit, tudod, mindig az Angela Merkelre gondolok, mikor eldurrannék, egyből egy 10 perces izé van megint. Hát igen, az segít. Hát, mindig rá gondolok, azt akkor, hogy ne durranjak el hamar, mert nem akarok szégyenbe maradni. Szóval megint az Angela nényére gondoltam, mikor rá akart dugolni ez a tojás. Érti? Jó, akkor itt a... Az anyjára nem szeretné valamit. Az izomtrikós urat megkérdezem, hogy maga mit gondol az egész esetről? Elnézést egy pillanatra! Nem, most ott a... Észnél legyél, csak egyet mondom. Két emberi kiküldte, ők jöttek ilyen limuzinnal, meg terepjáróval, meg ilyenek. Mondta anyukám, hogy elvisz engem, mert hogy rosszul nevel az öreg. Ez is kérek, biztos úr, igen, hogy mondja, hogy fontos tényező, hogy a Lalira évekig mi vigyáztunk, tudja? Ez igaz. Az anyja közelben nem volt amúgy. Etettük, itattuk, szoptattuk mindent. Na érti, akkor kibántja ki? Így van. Ki akarják ragadni a környezetből? Valóban ugye kimentünk az ajtón, és mikor ültem befelé a limuzinba, hallottam egy flexet. Mintha valaki flexelni. Erről van szó, mert ez a buzi le akarta vágni a testrészeimet. Ez igaz? Micsoda? Ez volt. Azt mondta, lekötött a székhő, azt mondta, hogy melyik testrészemet págja le valamelyik fehér ruhás köcsökcsont. Ez igaz? És azt is mondta, micsoda? Hogy az a dagadt disztó rendelte. Így van, az a csüngő csücsük, hogy hamalac. Igen.
nem rendeltem el, hogy jöjjenek. Vietnámi csüngő hasonló. Dehogy, de azt mondtad, ott fogunk éhen halni, meg ilyenek, azt mondta az az uborka. Na de én nem azt is, hogy szexuálisan bántalmazták a fiam. Kicsoda? Itt az úri emberek itt velem szemben. Ezt a kamut. A szexuális bántalmazás... Születési dátumot kérhetek. A szexuális bántalmazás az a fogastojás részéről történt. Erről videó felvetés van. Na azért elnézést kérek, még itt lenne itt egy lábjegyzet, tisztelettel bocsássanak meg. Tehát van egy rendőrségi akta Lajossal kapcsolatban, ahogy közösült egy élőlénnyel, egy disznóval. Jaj, disznóval! Aki sajnos elhalálozott az aktus közben. Ezt meg tudják. Hát ugye hívják itt ezt az úri embert, megnézném ezt akkor azt. Utána kéne nézni, ura, szóval... Így van. A Dénest ezt kimutatta. Dénest ezt kimutatta, hogy 98%-ban a Lalika baszta halálra a szegény mazsit. Jézus! 2%-ban meg a tégle, mert az csak beúj, azt állítom. Ez igaz. Ez az igazság. Biztos urak, bűnös vagyok. Így van! Bűnös! Megbasztam a disztamat, leleszoktam az öreget. Ti is hányszor akartatok a fiam által pénzt lehúzni róla? Először is ne tegezzé, ez aljas rágalom, soha nem volt ilyen, mi? Történt ilyen, uraim, ez kamu. Ez kamu. Pár nappal ezelőtt felhívott, hogy utaljak neki 500 000 dollárt, mert ő eutanáziába utazik. Hát! Már is ment. Igen, eutanáziába. Voltál ott vagy nem, Lali? Csak... Voltál ott? Még nem voltam. Miért nem? Hát azt mondja, meg kisikkasztottad anyától a pénzt. Mi nem mondtuk neki ilyet? Hát amúgy egyébként azt elmondtad az anyukádnak, hogy mi tényleg hányszor segítettünk ki. Azért tartozom mindig nekünk pénzzel, mert te kérsz tőlünk mondjuk 100 000-et, de mi csak 50 000-et kérünk tőled vissza, érted, Lalika? Ezt mondjuk, elmondtad? Tényleg igaz. Így van, na köszönöm szépen, látja. Meg az, hogy izé etetlek, itatlak, hülye gyerek. Meg azt is mondja, megkívánod a nyalókát, azt egyből kapsz. Hát, minden pélét. De... Balasrokportos minden játszik. Így van, de múltkor is téli fagyit akartál lenni, érted? Az öreg meg belemártott a faszát, mert... a hóba. Azért van sok pénzük, mert a, az étteremben mindig megfenyegetik az eladót. Ez micsoda? Nem igaz. Nézd, megfoglál el meg. Már azt sem tudja, miről beszélünk. Hát itt az Uri Emerszel az a baj, elég gyanús dolgokat hallottunk, ahol... Ez egy drogos volt, ez egy fasz, ez a Joker, geci. Szóval egy vélemény szeretnék hallgatni, a maguk szerint bűnös. Istenem. Nem. Milyen? Most bűnös. Joker, te kérsz téli fagyit. Tessék, nem hallom. Köszönöm, én diétázom. Ja, maga is? Aha. Kurva. Jó. Jó, mivel a hölgy Olaszországból érkezett és vizumja van, ezáltal pedig lenn... Olasz. A vízumja, hát így van, a vízumját azt érvénytelenítsük, és addig előzetes letartóztatásba helyezzük a hölgyet is. Micsoda? Rendeljenek be nagy minőségbe, tápszertbe tudnak, cigen, nagyon szép. Szereti. Megérdemlette, Bandisztó, szégyed magad, amilyen be akartál itt sározni országvilág előtt. De most egy szó, mint száz, mélységes csalódottságom teljes önön és saját és mindenki tudatában kijelenthetem felelősségileg büntetőjoggal kapcsolatos megmozdulásokat, hogy Lajos, egy italiano szélhámos, egy Francesco, és a csüngőcsöcs rábette, bebételtek minket. Elértétek, amit akartatok. A nyelveddel. De legközelebb ti fogtok az én helyemen lenni. Jó van. Ezt biztosíthatom. Figye, most nem tudom, hogy a... Kodrász pénzkép, vagy elnézést. Mondom, amennyiben bizonyíték felá tudja támasztani a... amivel megvádolja az utakat, akkor értelemszerűen mi is úgy intézünk. A bizonyíték hiányában nem szintén. Hát így van. Szóval mi kimehetünk, az a lényeg. Így van, ezt akartam, hogy nem akarom hozni maguk idejüket, a külvilág. Nem, mert pangok, mint a kurva isten. Vár maguk. Ha mindjárt kimegyünk rágyújtani, jó, ezt a gáz. Szeretném már felszívni a csíkot. Lali, mami, Lali, mami, jel! Kérem, fékezzem a gáz. Ezt a mozik jelzítam! Basz, Lajos! Hello! Szia, Lali, ha nem írok, ne válaszoljál! Lali, lyukadat hírozzad, mert bajok lesznek! Te, de most a Lali most megkapja magáét, nem kell ettől félnetek! Mélységes csalódás, ez az egész ügy. Vagy a Lajos. Mit vártál tőle? A Lajos. Életem csalódása. Te úgy jöttél ide, hogy mi befogadtunk téged, de ennél több jogod itt nincsen. Joker, hagyd beszéljek már veled négy szem között, gyere csak. Na gyere, hát. De meg kell ígérned, hogy senki sem fogja megtudni ezt. De figyeljél már!
Öreg, igen? Én bennem mindig megbízhattál, nem? Na de ne, ez nagyon fontos, hogy ezt soha senki ne tudja meg. Figyelek, hosszú? Ez egy 27 évvel ezelőtti történet. Elmentem egy diszkóba. Volt egy barátom, úgy hívták, hogy Setőfi Pándor. Érted? Azt elmentem, azt adtak valami ízét, krokodil. Az volt a neve. Szétbaszott. Valami drog? Szana szétárul. Érted? Elmentünk egy vidéki diszkóba, ahol egy lelakott vég, retkes szutykos, egy ilyen igazi csatakanca, egy ilyen hörcsöktestű, dagadt gecinővel sikerült összeállni. Fögbasztam, csattogott minden, recseget, ropogott, még a szar is patyogott épp, hogy. Aztán másnap reggel magamhoz tértem, és éreztem, hogy a bőr, a vakkod leugrott. Mint a kígyónak lebedlette, értesz? Ez a lelakott retek, ez a Lali anyja volt. Na, hát ezt mondtad meg, basztam négyszer, igen, hát. Na, jó van, beállt a hátad, ezt már most látom előre. Vigyél már el a hátadon egy magányos helyre. Szóval, nem sokkal írt egy levelet ez a gyász. Mondom, a retket akar, találkozni akar, tudod, de megyek. Azt mondja nekem, hogy ezért megkötött a gipsz. Érted? Ezt mondta. Ma, kikelt a tojás? Nem, megkötött a gipsz. Hát mondom, milyen gipsz? Most szobafestő vagy, vagy mi a kurva anyád? Azt mondja, nem. Hogy áldott állapotba kerül, és hogy meg fogja tartani ezt a tojást. Ez a Lali anyja? Ez a Lali anyja volt. Bizony, bizony. Passá, he! Úgyhogy ez az igazság. Nem szeretném, hogyha ezt elmondanád valakinek. Én vagyok a Lajos apja. Te vagy az a... Ez az igazság. Ne basszál már fel, öreg. Ez az igazság. Nem tudom, kire ütött ez a csúnya. Hogy a faszomba lehet ilyen hülye valaki? Hát ez teljesen az ellentéted. Hát pontosan erről van szó. Én egy Chuck Norris vagyok, de hát a Lajos... Rek, figyelj már, ezt mi volt, ezt ilyen rég tudod és most mondod csak ez el. Ez egy nagyon nagy titok, ezt senki nem tudhassa. Nem tudom, miért sajnáljalak, mert megbasztad azt a nőt, vagy mert a Lali a fiad. Hát mind a kettő egy csapás. Ez van. Senkinek nem fogom elmondani, megnyugodhatsz. Nagy respekt, te, csodállak. Ezt tudod, mi a legdurvább, mint nem tudok mai napig megemészteni. Mondja, te. Hogy a Lajos? Hát baszult. Leszopott. Ó, bassz meg, ez tényleg, he? Ez van. Akkor te végigmentél a családon, az anyját, a Lali. Ez nem, hát ez nem dicsőség. Hú, adj egy ötös töreg, Nightfinder vagy! Olyan, nagy pina bubus vagy! Nem a szar előtt a lefelé. Á, most már nem megyek szobelnök egyszerbe, de még izé, nem tudom, hogy ki hogy van. Te hogy vagy? Hát, te hónap izé van, én, tojás? Aha, én lépnék, ha nem baj. Jó, na jó, akkor szevasszó. Szia, örömöri, jó éjszakát! Ja, hello, szia, hello. Sár. Szóval srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lájkokat, meg bármi, ami történt. Ez az RP, ez nagyon jó volt. Gecire élveztem, ez kurva jó volt. Úgyhogy remélem ti is nyomjatok egy lájkot, mert ebből kiderül minden. Köszönöm szépen, és csá mindenkinek, sziasztok, és hello, és szeri puszi!